Nagy a felfordulás a felsőoktatás terén, a diákok tüntetnek, Hoffmann Rózsát lefokozták, a röghöz kötést pedig alkotmányba vésték. Hova vezet mindez? Dr. Gerébi György felsőoktatási szakértő a vendégem, aki egyébként a CEUN oktat, így őt személyesen nyilván nem érinti az egyetemi pénzelvonás. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm. Ön szerint mit hozhat a felsőoktatásnak az új államtitkár? Hát Klinghammer István már csak életkorából adódóan is egy előző rendszerben szocializálódott, ugye 72 éves, és ugye az ELTE rektora volt, és gyakorlatilag lényegében ez az ő hát akadémikus, tehát a tudományos hitele az megvan. Viszont semmiféle politikai kötődése nincsen. Tehát ez jó vagy rossz? Hát ez olyan szempontból érdekes, hogy a Fidesz kormányzat láthatólag minden politikailag megbízható emberekre akar rábízni, és nagyon érdekes, hogy hát ugye ez a pillanat, ami most bekövetkezett, ebben mind a miniszter Balogh Zoltán, mind pedig Hoffmann Rózsa a felsőoktatási ügyekben lényegében tapasztalat nélkül, és hát ugye a rektorok súlyával szemben hát nagyon könnyű tárgyalófelek. Tehát nyilvánvalóan ehhez keresett a kormányzat egy megfelelően alkalmas, egy megfelelő embert, aki az ő céljait fogja megvalósítani. És hát az az igazság, hogy én az ELTE-n voltam előzőleg, és Klinghammer rektor úr, hát hogy mondjam, a hatalomgyakorlásnak az erőteljes nyelvét használva és szokásait használva gyakorolta a rektorságát. Tehát azt mondja, hogy feltétlenül attól még, hogy nem politikai háttérrel érkezett, gyenge kezű nem lesz feltétlenül. Nem lesz, sőt, hát ő egy nagyon régi módi szemléletet fog, nagyon erőteljesen és agresszíven képviselni, mint ahogy ezt az első nyilatkozata már mutatta. Az első nyilatkozat alatt most azt érti, amikor rögtön a hallgatókat osztotta ki, akik Így van, hogy hát aki itt feltűnősködik, az nem is méltó arra, hogy értelmiségi pályára menjen. Ez egy nagyon rossz előjel az én megítélésem szerint. Elképzelhető, hogy egy volt rektor az ebben a székben egyszerűen szembeforduljon az egész saját szakmájával, vagy nem vállalta volna el akkor, hogyha nem tudna valamiféle ajándékkal érkezni a tárgyalóasztalhoz, tehát hogy végül is ahhoz, hogy megkönnyítsék a későbbi helyzetét és a tárgyalásait, megengedik neki, hogy mondjuk a 6 pont ból néhányat majd most valóra válthasson, vagy valamiféle kompromisszumra törekedhessen. Én szerintem az ő szerepe itt egy végrehajtó. Tehát ő a felsőoktatási ügyekben is, mint minden egyéb ügyekben Orbán Viktor személyesen dönt. Az ő tanácsadói, mint ez kiderült egyébként az elmúlt időszaknak a híreiből, Demján Sándor, Parag László és hát hasonló. Vagyis azt mondja, hogy az ipari lobbinak nagyobb befolyása van a felsőoktatás szerkezetének átalakítására, mint például a rektori konferencián. Hogyne. Természetesen, hát ez nyilvánvalóan látszik, tehát a kormány előterjesztésben ki kell tölteni egy olyan lapot, hogy ugye milyen hatástanulmányok, milyen előzetes érdekegyeztetések, stb. Zajlottak, ez üres volt. Tehát itt láthatólag Orbán Viktort meggyőzték arról, vagy ő magának vannak bizonyos előítéletei arról, hogy milyen a magyar felsőoktatás, és ez egy rapid döntés keretében keresztül akarja vinni. Ehhez keresett magának egy végrehajtót, mert láthatólag Hoffmann Rózsa és Balogh Zoltán ehhez gyengék voltak a rektorkonferenciával és a diákokkal szemben. Baj az, hogyha az ipar, illetve úgy veszük a munkaerőpiac igényei közvetlenül becsatornázódnak ebbe az egész átszervezési folyamatba, vagy pedig orvosolt ez olyan problémákat, amiről már az előző kormány is sokat beszélt, hogy nem feltétlenül a piacnak képezzük a diplomásokat. Hát itt egy nagyon fontos felsőoktatás filozófiai kérdésről van szó. Arról van szó, hogy az iparnak a közvetlen érdekei azok, ezek közvetlenül érvényesülnek a felsőoktatásban, a legnagyobb kárt tudják okozni. Ugyanis arról van szó, hogy a termékeknek a ciklusváltása az gyorsabb, mint amilyen módon mondjuk ezek a közvetlen érdekek a tehetetlenségüknél fogva átkerülnek a felsőoktatásba. Ugye egy felsőoktatásba egy szakot meg kell hirdetni, azt akkreditáltatni kell, ahhoz tankönyvek kellenek, és így tovább. Ennek az időskálája a sokkal hosszabb, mint egy ipari termékváltás. Képzeljük el, hogyha 88-ban... De most nem olyan emberekről van szó egyébként, akik szallag mellett fognak dolgozni, és mondjuk csak egyféle fröccsöntéshez vagy hegesztéshez értenek, hanem
Nagyon magasan kvalifikált szakemberekről. Hát különféle diplomák vannak, különféle értékben, tehát nagyon mondjuk a tudományegyetemeknek és mondjuk a gyakorlatiasabb képzésre, de maguktól is eleve gyakorlatiasabb képzésre orientált főiskoláknak, illetve hát mondjuk ma már ugye alapképzésre szakosodott intézményeknek teljesen más a profilja a világon mindenütt egyébként. Az a fő gond egyébként, hogy a szakember hiányt nem lehet előre megmondani. Tehát ezt már a tervgazdaság a szocializmusban megpróbálta, hogy mondjuk 88-ban megmondja, hogy hány az akkori lobbyerőnek, ugye akkor még nagyon erős volt a bányászat és az ipar Magyarországon, hogy hány kohómérnök, hány bányamérnök szükséges. Ugye jött egy rendszerváltás közben, és kiderült, hogy ezekre nincsen szükség. Tehát 5 év alatt megfordult a helyzet, és mondjuk arra az informatikára, amire akkor nem gondoltak, arra viszont óriási igény lett. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy a felsőoktatásnak és az Európai Unió és a világban nem azért tömegesedett el, ez egy csacsiság egyébként, ez az eltömegesedés, ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát egy városi legendaként terjedő kifejezés. Magyarországon nem érte el az EU átlagot az adott korosztálynak a felsőoktatásban való részvétele. A felsőoktatás az egy szocializációs hely is. Tehát akkor, hogyha az emberek bekerülnek az egyetemre, ott megtanulnak tanulni elvileg, illetve kapcsolatrendszereket építenek föl, ami társadalmilag később, ugye a hálózatoknak az elmélete ezt szépen mutatja, társadalmilag a társadalmi tőkét növeli. Amennyiben beleavatkozunk, ezt csökkentjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm.